az előző rész tartalmából. Kiveszem a szabadságaimat. Úristen, egy retro terrorista! Hello, szép fiú! Feláldozunk. Egy megátkozott tőrrel levágjuk a pénzedet. Szólítunk téged, ravák istenné! Mi, a te lányaid, fogadd el tőlünk ezt az áldozatot, és teljesítsd be a proféciát! Mi a genyú ez a profécia, amiért már a gyíkomat akarjátok? Az áldozatért cserében megjutalmaz minket azzal a képességgel, hogy bármennyi tehetünk, és soha nem fogunk elhízni. Mi a f***sz ezekre? Elvesztenem a tökömet, hogy ti csak tudjatok zabálni! Mega szokásos, örök élet, örök fiatalság, gazdagság, stb. Sablonkérések, de a legfontosabb, hogy soha ne hízzunk el! Bebarok, ti betegebbek vagytok nálam is. El kell ide húznom. Már késő. A kapu megnyílt. Gyorsan, vágjátok le, és dobjátok a tűzre! Búcsúzz el tőle! Én a helyedben nem nyúlnék hozzá, már évek óta nem ért hozzá nő, nem tudom, mi lesz a következmény. Nem kell félned, gyors leszek! Igen. Mi történik? Mi csináltál? Nem csináltam semmit, csak megfogtam, hogy le tudjam vágni. Engedd el, tönkreteszi az egész varázslatot! Nem tudom elengedni! Segítsetek! Húha, lányok, köszi szépen az estét, ha nem bánjátok, most inkább nem adnék puszit. Na majd, ha már nem kedveltek minden pogány istenőt, akkor majd holnap a strandon megihatnánk valamit. Na, én inkább megyek és... megyek. Hello! Én... sokkot... kaptam. Szerintem... le kellene zuhanyoznunk. Lányok, szerintem megvakultam. De jó azért végre újra itthon lenni. De mindenek előtt húgyozok végre egy út. Hol van Stanley? És így kezdődött egy hosszú és fárasztó utazása Stanleynek a pénisznek. Akiről nem fog videó készülni, mert a YouTube nem b***ta a seggünket. Remélem tetszett, kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!